Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Én Bács megyei politikusként, baloldali politikusként, én azt gondolom, hogy egyszerűen felháborító az, ami mostanában a napvilágra került, mégpedig két napja jelent meg egy helyi újságban, hírblogon, hogy Haszilo Ferenc Kecer fideszes polgármestere egy hangfelvételen nyíltan zsidózik, cigányozik, és hát többek között arról beszél, hogy egyes politikusokat talpon kellene lőni. Elnézést, hogy így beszélek, hiszen még most is a hatás alatt vagyok annak a hangfelvételnek, amit alig tudtam végighallgatni 26 perc alatt, és számomra az a legdöbbentőbb, hogy eközben a két nap alatt a Fidesz vezetői hallgatnak. Tehát egyetlen egy szó nem hangzik el arról, hogy egyetértenek-e, vagy sem a polgármester úr véleményével. És a hallgatás, azt mint tudjuk, beleegyezés, és e tekintetben mélységesen fölháborít ez a dolog. És erre a hallgatásra nem mentség, hogy a Fidesz épp most bukott le a kormányzati korrupció miatt, és nem magyarázza meg Orbánék hallgatását az sem, hogy kormánytagokat tiltottak ki Amerikából. Tudjuk azt is, hogy a Fidesz most épp a jövő évi költségvetésen dolgozik, hogyan adóztathassák meg a nyugdíjakat, tegyék fizetésé az egészségügyet. De ennek ellenére ez nem magyarázat arra, ami a Kecelen történt szavakat, mondatokat a Fidesz egyszerűen nem kommentálja. Demokratikusan gondolkodó politikusok az ilyesmit teljesen függetlenül attól, hogy melyik oldalon állnak, elítélik. És még akkor is, hogyha saját pártársukról van szó, netán polgármesterről is. Tudjuk, hogy a Fidesz egy központilag irányított vezérelvű párt, ahol minden döntést Orbán Viktor hoz meg. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy a helyi politikusainkat is, akár a helyi régiós igazgatót, dr. Kerényi Jánost, valamint Bányai Gábort, a térség felelősét arra szólítjuk föl, hogy szólaljon már mégre meg. Mert Orbán Viktor még mindig hallgat. Ha Orbán Viktor továbbra is néma marad, és nem távolítják el azonnal Haszilo Ferencet, Kecel polgármesterét, még a közéletből is, akkor ezzel azt üzeni, semmi baj ezekkel a nézetekkel, sőt még egyet is ért a zsidózással, cigányozással és saját polgármestere tarkólövési terveivel. Hát egyszerűen felháborító, tehát nem, nagyon nehéz szavakat találni, ezt most komolyan mondom. Fenyegetheti-e tarkólövéssel bárkit a kétharmaddal kormányzó Fidesz? És most ez a tétje annak, amit most Orbán Viktor az elkövetkezendő időszakban ezügy kapcsán is tenni fog. Tudjuk, hogy a felvétel legalább két éves, de ez csak súlyosbítja a helyzetet. Ez ugyanis azt jelenti, hogy Kecel városát két éve egy olyan zsidózó, cigányozó ember irányítja, aki tarkólövéssel intézni el a politikai nézetkülönbségeket. És hát olvashattunk arról, hogy a gyermekeket is, mint tanárember, hogyan gondolja, hogyan kell megnevelni. Magyarországot két éve egy olyan párt irányítja, mely egy ilyen politikus tűr meg soraiban. És még valamit a két évről. Pontosan két éve, 12. novemberében Gyöngyösi Márton jobbikus képviselő egy hasonló botrányos beszédet mondott arról, hogy listázni kellene a zsidószármazású, hogy hány zsidószármazású kormánytag is ül a parlamentben. A Fidesz akkor ezt elítélte, egyértelműen. Rogán akkor azt mondta, idézem, nem akarunk együtt élni alantas, rasszista megnyilvánulásokkal, nem fogadhatjuk el, hogy milliók halálát, szenvedését semmibe vegyék. Rogán még azt is mondta, hogy elviszi a gyermekeit Auschwitzba, hogy megértsék ők is, hogy mi a baj a szélsőséges eszmékkel és egymás gyűlöletével. Akkor Rogán kijelentette, nem engedjük Magyarország megvédi polgárait. Most kiderülhet, mennyire volt őszinte a Fidesz akkori felháborodása. Orbánnak, illetve Fidesznek el kell takarítani a közéletből is ezt az embert, Haszilo Ferencet, és ha ezt nem teszik meg, akkor ez azt jelenti, hogy azonosulnak nézeteivel. És akkor ki kell mondanunk, Magyarországot egy zsidózó, cigányozó, tarkonlövést tervező párt irányítja.
És hát engedjék meg azt, hogy elmondjam, hogy én ma most egy kicsit azon túl, hogy zaklatott is vagyok, most Kecerről jöttem, ugyanis megírtuk Hasziló Ferenc lemondási nyilatkozatát, hogy semmi más dolga ne legyen, csak hogy írja alá és nyújtsa be, hogy minél hamarabb eltakarodjon a közéletből. És arra kérem a kecelieket, hogy fontolják meg azt a felhatalmazást, amit nemrégen megtettek, mert bizony ez nem csak a politikusok dolga, ez mindenki dolga Magyarországon, hogy az ilyen emberek örökre és végérvényesen eltűnjenek a közéletből. Köszönöm, hogy meghallgattak.